Akartok szünetet, vagy csináljuk? Hogy csapjunk a... Jó, akkor nem tartunk szünetet. Igen, meg is mondjuk a kivetítőnek, hogy vetítsen ki minket. Jó, ki az, aki volt a múltkor? Oh my god. Jó, akkor egész jók vagyunk. Akkor nagyjából vágjátok már ezt az X-Mindot. Igazából ezen megyünk tovább. Tehát ugye a múltkor egy nagyon rövid összefoglalásként ugye arról volt szó, hogy néz ki az Android rendszer, mint oprendszer, meg a hardware, meg ez a kettő, hogy bír működni, meg én mindenféle színes ábrákon nézték, hogy milyen architekturális dolgok van az Androidon belül. És most egy kicsit megnéznénk azt, hogy hogy is néz ki maga egy alkalmazás Androidban. A múltkorban megszavaztak talapniteket, azt láttam, hogy többségében nem fejleszt, androidos fejlesztők vagytok, tehát ilyen szempontból még akár újdonságot is mondhatok neked, bármikor, aki már fejlesztett androidos appot, ne adj Isten, mert föl is pumpált a Google Store-ban, mert valószínűleg nagyon sok újdonságot nem fogok most mondani, de hát akkor csapunk be. Ugye ez a témánk, az androidos alkalmazások, tehát az, amit mondott a Sándor az előbb, tehát gyakorlatilag amikor androidos alkalmazásokat tesztelünk, akkor van egy APK fájlunk, és igen, tehát rengeteg olyan dologról volt most szó itt az előzőben, amik tényleg vannak, tehát ezek ilyen valós falszfegyi tapasztalatok. Tehát, hogy most így amikor Nordval együtt dolgoztunk, akkor mondtam neki, hogy ugye a mobilabb teszteléshez használható a legfontosabb eszköz az Outlook, amiben írva levelezem a megrendelő, hogy miért nem működik az utca. És sokkal többet levelezünk, mint effektíve tesztelünk, tehát most mi nem az Outlookos részével fogunk foglalkozni a mobilabb tesztelésnek, hanem amikor tényleg is működik az utca, tehát azok a dolgok, amiket itt most mondtak, azok így mind összekapolnak és működnek. Tehát akkor ele tudjátok-e olvasni, ami kivarak, mert tudunk nagyítani. Nagyon jó. Tehát úgy néz ki a dolog, hogy van ugye az androidos alkalmazás package-ünk, ami Android package-nél, APK-n néven fut, és ez gyakorlatilag ez egy zip file. Tehát olyan nagyon sokat nem fogok ezzel rúgózni, mert nagyon sok mindent szeretnék nektek most mondani, meg mutatni. Tehát gyakorlatilag egy APK file tartalmaz az összes olyan dolgot, amit felrakva egy eszközre, futtani tudjuk az alkalmazásunkat. Most egy ilyen APK, vagy zip file, hogyha kicsomagoljuk, akkor nagyon sok közös elem van, tehát hogy ezek nagy része, vagy többé-kevésbé minden alkalmazásban megtalálható, ami telepítésre kerül. Tehát ami minket nagyon érdekel, security szempontból az kettő, illetve mondjuk három. Tehát van ez a Manifest XML, amiről múltkor kicsit beszéltünk egy nagyon-nagyon szőr mentén. Ki az, aki el tudná mondani, mi ez? Csak ilyen beordibálásos alapon. Mondjad. Bemutatja, hogy ez az alkalmazás milyen nevével, meg honnan, hogy nézzen ki, hogy akartam. Egyáltalán el kell jutni, nem magától. Aha. Szóval kerüljön, hogy nézzen ki, milyen ikonja legyen. Ja, felhasználó számára mit mutasson magából, hogyha fölkerül az eszközre. Aztán volt itt valaki mondott, hogy entry pointok. Tudod hangosabban mondani? Igen, melyik aktivitivel indulni, mert melyik aha, igen, tehát hogy igen, van egy ilyen is, tehát hogy egy androidos alkalmazás, azt majd fogunk kicsit részletesebben is beszélni, hogy sokkal részletesebben. Szóval, hogy egy androidos alkalmazásnak általában több belépési pontja is bír lenni, tehát ezeket a belépési pontok activity-nek nevezik, és gyakorlatilag mindegyik egyfajta ilyen valami grafikus felületet jelent, amivel a user találkozik, amikor elindítja az adott alkalmazásnak azt a modulját. Tehát, hogy Androidnál ez egy kicsit másként van, nem egy szokványos dolog, tehát ugyanazt az appot többféleképpen is el lehet indítani. Aztán security szempontból mi van még a Manifest XML-ben? Devolution, nagyon jó. Aztán mi van még? Permission, ez az. De mondj még oda. Mondtál egy szó. Tehát mihez kérdez hozzá? Mihez kérdez az emberkérdés? Mindenki források hozzá? Kamera, média, library, kontraktor. Aha, igen. Tehát, hogy a felhasználó számára biztonsági szempontból ez egy nagyon fontos kérdés, hogy
ugye, tipikusan egy embernek az élete rajta, az agya rajta van a zsebédő mobiltelefonon, ami sok szempontból nagyon aggasztó, de hogyha most biztonsági szempontból nézzük a dolgokat, akkor ugye az van, hogy egy alkalmazás az, az ott fut az oprendszerben, és akkor ő mondjuk, hogyha kontaktlistát akarja olvasni, vagy SMS-t akar írni, olvasni, esetleg ilyen mail számokat akar hívogatni, az valószínűleg a felhasználó annyira nem örül neki. És ezt több, ez a fajta probléma, ez minden mobil platformon előjön. Androidnál azt a megoldást választották egészen a 6-os verziói, hogy telepítés előtt az alkalmazásunk listáz egy olyan, tehát ad egy olyan listát a felhasználónak, amiben leírja, hogy ő mihez szeretne hozzáférni, milyen dolgokat szeretne művelni a felhasználónak a telefonján. És akkor, amikor az ember ezt felrakja, akkor ez csak úgy működik, hogy az egészet így egybe elfogadja, hogy oké, akkor én hozzáengedem a, például a Facebookot a végvilágon mindenhez. És utólag egyébként van lehetőség, például az X-Privacy nevű tudsz, ami rootolt androidos telefonokon, vagy eszközökön lehet mutatni, és akkor utólag vissza lehet vonogatni, vagy le lehet tiltani bizonyos funkciókat alkalmazás szinten, tehát egy elég hasznos dolog, biztonságtudatos felhasználónak. Igen, a Manifest XML-re most akkor nézzük meg, hogy gyakorlatilag ez így hogy néz ki. Tehát én összeszedtem, ez a... Elbírjátok egyáltalán olvasni? Mert most kicsit közelebb vagytok hozzá, mint a Ustream-nél, mert az visszanézve az szörnyű volt, hogy ilyen egészen apró betűk voltak a képernyőn. Na tehát ami lényeges, az ugye az, hogy itt, ahogy mondtátok is, itt vannak gyakorlatilag ez a konkrétan a Skype-nak a, egy elég régi verziójához tartozó permission lista, tehát ez így csomó mindent tud, audiót felvenni, Bluetooth kiegészítőkhöz hozzáférni, nem tudom, kontaktlistát olvasni, stb. Ez most annyira nem is érdekes. Aztán még egy fontos terület az, hogy milyen hardware dolgokhoz szeretne hozzáférni az eszközön. Aztán tud olyat egy alkalmazás, hogy ő maga tud permission-öket definiálni, amiket aztán más alkalmazások meg tudnak kérni és tudnak használni, erről majd kicsit később lesz szó bővebben. És ami érdekes, ez ugye az, amit mondtatok, itt valaki mondta az activity-ket, tehát gyakorlatilag ugye egy Skype alkalmazást az ennyi féleképpen lehet elindítani, ennyi féleképpen lehet belemenni ebbe az alkalmazásba, és ugye az oprendszer az ebből a Manifest XML-ből tudja, hogy ő milyen módon tudja elindítani ezt az alkalmazást. Aztán van még egy olyan fontos dolog, ezt most annyira nem húztam ki, mert a Skype az annyira talán nem is erős ebből a szempontból, hogy akkor, amikor több alkalmazás akar együttműködni Androidban, akkor ezt ugye intentekkel tudják megtenni, tehát ez gyakorlatilag ilyen processzek közötti kommunikációra szolgáló framework az Androidban, és nagyon-nagyon sok mindent lehet vele csinálni, tehát ez egy nagyon-nagyon fejlett és nagyon-nagyon sok feature biztosító része az oprendszernek. Aztán ugye van ez a classes.dex file, ez ki tudja, hogy micsoda? Aha. Mások szerkezete és emiatt terjesztése is, de gyakorlatilag egy Java alkalmazásnak a Java. Aha, így van, de ez gyakorlatilag maga a bináris, ami a alkalmazás, hát kvázi bináris formátum, ez gyakorlatilag egy Java nyelvből fordított valami, tehát ez gyakorlatilag megeszi a dolgik virtuális gép, ez a Zigota process, amit beszéltünk az első alkalommal, az gyakorlatilag ilyen bytecode-ot eszik, és ezt futtatja le. Aztán ami érdekes ebből a szempontból, az, hogy ezt gyakorlatilag elég egyszerűen ilyen ember által olvasható formátumra lehet hozni, tehát aki már foglalkozott például iOS-es assemblyvel, az tudja, hogy mennyire ocsmány bír lenni, amikor illatóval nézegeti a bytecode-ot, és így idő után jól húzik az ember szem a csomó hexadecimális tudsz látni. Ez egy sokkal barátságosabb dolog, ugyanis ezt egy kis utility-val, amit hamarosan meg is fogok nektek mutatni, ilyen egészen emberi formátumú reprezentációt lehet kapni belőle, és ebben az a jó, hogy utána ezt módosítani, és lehet vissza is lehet fordítani, tehát egy csomó-csomó lehetőséget rejt magában. Aztán, ami még érdekes, van ez a resource könyvtár, ebben gyakorlatilag az van, ami oda van írva, tehát ebben van gyakorlatilag minden, ami az alkalmazáshoz tartozik, tehát ezt többnyire automatikusan generálják a fejlesztői környezetek,
Tehát ide kerülnek mondjuk a képek, amik az alkalmazásban vannak, a az ikonja, a hangok, millió vagy egy dolog. Security szempontból miatt az érdekes, az az, hogy nagyon sokszor, amikor mondjuk certificate pinning van, tehát amikor az alkalmazásunk egy konkrét SSL tanúsítványláncot keres a megszólított SSL végpont által adott tanúsítványláncban, gyakorlatilag nagyon sokszor annyi történik, hogy az egyik tankönyv implementációt használják, ami egy ilyen Java Trust Store file-nak a belerakását jelenti ebbe a REST könyvtárba. És ugye ezt egy ilyen jávás key tool nevű eszközzel lehet mókolni is. Tehát ez például egy nagyon hasznos dolog, amikor ember alkalmazást tesztel, tehát amikor például cert pinning van, akkor az egyik lehetőség az az, hogy ezt a client shoulder-i tanúsítvány store-t bütyízzük. Aztán ami még érdekes lehet, hogy nagyon sok olyan alkalmazást találtunk, vagy nagyon sok olyan alkalmazásra találkoztunk, ami ugye azt, amit a Sándor mondott, hogy rengeteg, főleg androidos eszközöknél ez egy elég jelentős probléma bír lenni, hogy gyakorlatilag már éppen csak arra felé is somotban nem csinálnak androidos romot. De ugye világ minden táján rengeteg ember foglalkozik romfejlesztéssel, illetve módosítással. Éppen ezért ugye ilyen olyan verziójú OpenSSL, meg Java, meg nem tudom, hogy milyen verziók keringenek, és hogyha mondjuk ember egy nagy pénzintézet, ami szeretné a mobil piacot lefedni a androidos mobil app alkalmazásával, akkor ugye ez problémát jelenthet, hogyha éppen az adott országban forgalomban lévő androidos telefonoknak a nagy részén mondjuk nem támogatott az a feature, amit az adott alkalmazás használ. És ugye éppen ezért szokták azt a átadó megoldást használni, hogy fogják az adott mondjuk OpenSSL library-t, a fejlesztők lefordítják maguknak, és belecsomagolják az alkalmazás mellé. Tehát ilyen értelemben a telefonokon futó alkalmazás nem is magát az androidos app-in keresztül fogja hívogatni mondjuk a SSL rutinokat, hanem a saját kis lefordított libjükből fognak dolgozni. Ennek egy extrém példáját láthattuk egy ismert fejlesztő cég esetében, akik gyakorlatilag ezt olyan művészi fokra vitték ki, hogy a TCP stack-et implementálták ebben a cuccban, tehát egészen elképesztő dolog, és nem ugye szerver oldalon is meg volt kis cíben megírva az ottani rutin, tehát hogy az egy egészen érdekes munka volt, olyan jellegű alkalmazásokat teszteni, amik nem is hasonlítanak semmire, mert hogy gyakorlatilag a fizikai réteg fölött már művészet zajlik. No, a többivel most annyira nem mennék bele, ezek többnyire megvannak minden androidos APK fájlban, ez a security szempontból számunkra ezek, amik lényegesek. Mi történik akkor, amikor feltelepítjük az alkalmazásunkat? Tehát ugye alapvetően azt mondtuk, hogy minden alkalmazásnak van egy sandboxa, erről múltkor esett szó, és ezek a sandboxok, ezek megtalálhatóak a per data könyvtárban. Ezek szerintetek melyik partíción vannak, ha már visszautalunk az előző előadásra? Valaki figyelt, igen. Tehát ezek a data partíción vannak, és gyakorlatilag ez maga a sandbox, tehát hogy ebben vannak, van ugye ennek az egésznek egy, vagyunk mit pakoltam ide, így van, ezt el tudjátok olvasni, vagy látjátok? Tehát ugye az van, hogy például, hogyha megnézzük ezek, amiket ki vannak itt emelve sárgával, ezek gyakorlatilag azok a cuccok, amik minden ilyen sandboxban megvannak. Tehát ezeket többnyire automatikusan generálja a futtató környezet. Tehát ugye az van, hogy ha mondjuk te fejlesztőként egy SQLite adatbázisban szeretnél adatot tárolni, akkor megfelelő rutinokat meghívod, tehát nem neked kell kézzel létrehozni a fájlt, meg beleírogatni a dolgokat, hanem gyakorlatilag ezt egy ilyen nagyon szépen megcsinált androidos API meg fogja neked csinálni, ami a sandboxnak ismert helyeire, ismert könyvtáraiba fog dolgozni. Tehát és akkor így lesz az, hogy a per databases könyvtár lesz az, ahol a adatbázisok ténylegesen lakni fognak, és olyan nagy meglepetések nem lesznek. Tehát, hogy ha szigorúan fájrendszer szinten nézzük, akkor a varázslások és művészeti alkotások nem nagyon szoktak lenni, mint amit az előbb meséltem. Aztán ugye itt van a per app könyvtár, vagy per data per app, ahol gyakorlatilag
be vannak cache-elve azok a telepített package-ek, amik az eszközünkön futnak. Tehát ezt, hogyha most megnézzük az ilyen kis teszteszközömet, ami már lezárta magát. Nagyon jó, kifagyott a VNC-n. Akkor a szerver része is megfogyott. Na most. Tehát ugye itt van az én kis androidos telefonom, és van ez a Sieve nevű, mint angolul a Sita nevű cucc. Ez egyébként ajánlom mindenkinek, ez egy az MWR-os srácok csinálták, ez egy gyakorlatilag olyan, mint a WebDroid vagy WebGoat, csak androidos alkalmazás van, tehát ez egy olyan app, amiben ilyen 50-60 tipikus androidos hiba van elrejtve, és van hozzá manuál, meg srácok eszközöket is csináltak ahhoz, hogy ezt így megkeresd, meg megcsináld. Tehát ezt ajánlom mindenkinek, ez egy nagyon-nagyon jó játék, ezt önmagában bütyízni. Én most ezt fogom nektek megmutatni, hogy mi van az eszközön. Nem, de nem itt, hanem itt. Jó, tehát, hogyha megnézzük a per data per app könyvtárt, akkor látjuk, hogy itt vannak a telepített alkalmazásaink. Hogyha pedig belemegyünk mondjuk a Sieve-nek a root, vagy a sandboxába, az úgy néz ki, hogy valamit kihagytam belőle. Example, ez az. Na, tehát látjuk azt, hogy gyakorlatilag vannak adatbázisaink, hogyha belemegyünk a database-be, akkor látjuk, hogy itt van egy DB, amivel nem fogunk túl nagy meglepetést elárulni, ez gyakorlatilag ez a Sieve, ez egy ilyen jelszó menedzser app. Szerintetek mi van ebben az adatbázisban? Maguk a jelszavak pontosan, tehát ez, és ezzel nagyon rá is világít arra, hogy mi ez egyik nagyon jellemző hiba androidos alkalmazások esetében, amikor simán plain text-ben tárolják az alkalmazáshoz tartozó érzékeny adatokat. Tehát ez mondjuk úgy működik tipikusan, amikor ilyesmit tesztelünk, hogy van az alkalmazásunk, felgyógyítjuk az eszközre, lehúzzuk a sandboxot, utána akkor elindítjuk, és mondjuk, hogyha valamilyen autentikációt kér, akkor ezt így keresztül verjük rajta, és aztán megint lehúzzuk, utána akkor elkezdünk csinálni vele mindenféle, és folyamatosan megnézzük, hogy milyen változások történnek a fájlrendszerben. És akkor ugye ebből azért nagyon sok minden tud kijönni, például az, hogy mondjuk egy alkalmazás ezt fortárolja, mondjuk ha valamilyen web apit használ, akkor ugye ahhoz tartozik valami session azonosító, ami hogyha éppen úgy van megcsinálva az app, akkor azt nagyon cselesen bele is írja a diszkbe. Tehát ugye onnantól kezdve viszont, hogyha egy támadó ellopja a telefont, akkor adott esetben bizonyos ideig meg is tudja személyesíteni a kedves felhasználót, ami mondjuk egy nem túl szerencsés eset, de láttunk rá példát. Aztán ugye volt a WebView, ez ki az, aki hallott már arról, hogy miért WebView? Nem? Tehát a WebView az egy olyan tudsz, ami arra lett kitalálva, az gyakorlatilag egy ilyen kis, egy ilyen elég lebutított böngésző, amivel ki lehet rajzolni HTML kontentet. Mert nem csak HTML kontentet, de nagyon sok hasonló dolgot. És arra szokták használni, hogy ha mondjuk valamilyen HTML jellegű kontentet kell a kijelző megjeleníteni, akkor egy ilyen WebView ablakban teszik ez mondjuk. Gyakorlatilag ez egy ilyen böngésző engine, csak kicsit korlátozott funkcionalitással működik. És ugye, mint ilyen böngésző engine, megvan benne oldva az, hogy cookie-kat kezel, meg JavaScript-et, meg iframe-eket, meg linkeket, meg képeket, meg ilyesmiket. Tehát ugye ebben ez egy nagyon-nagyon hasznos és kényelmes dolog fejlesztői szempontból. Ami viszont a problémát jelenti, az az, hogy a WebView-nak a cookie sztória az egy INS-túlált adatbázis, ami az alkalmazásnak a sandbox számmal napít. Tehát az van, hogyha mondjuk egy androidos mobil app ilyen WebView-t használ arra, hogy mondjuk kommunikáljon valamilyen TS oldali dolggal, akkor sajnos a cookie-k azok nem tudnak mit csinálni a fejlesztők, azok ott tudnak kikötni ebben a cookie store-ban. Viszont ugye a iOS-en azért ez egy kicsit jobban megvan oldalt meg, lehet mondani a
frameworknek, hogy ne írja bele a Metasy Style-n a kukikat, Androidon. Legalábbis most a 5-ös verzióig, amit néztem, ott ezt nem lehetett megcsinálni, tehát ott mindenképpen belekerültek a cookie store-ba ezek a azonosítók. Aztán, menjünk tovább. Ja, egyébként, hogy van kérdésetek, akkor nyugodtan kurjancsatok közben, mert én kibocsátom magamból a tudomány, de jobb, hogyha megvan az együtt, ha megvan a közös munkai illúziója. Hozzáfűzés, hogy nem csak a tudom, hanem egyébként ilyen formokat is, hogy ugye van ilyen autocomputer, a gyerek az kicsit így szépen fénytek teltárolja, tehát password nevű elment. Igen, meg ugye most, hogy mondod, hogy ugye az egész WebView Engine-nek van egy cache, ami szintén ott van, tehát azzal, hogyha mondjuk szenzitív adatokkal telepakolt, mondjuk számlaegyenlegi értesítőket, még ilyesmiket töltögetnek WebView-n keresztül, akkor ha csak nem megfelelőek a szerver oldali header beállítások, akkor az bizony bele fog kerülni abba a cache-be. És mivel ugye a Android eszközökön, meg ilyen ARM-os eszközökön a SQLite adatbázisokat nagyon-nagyon nehéz kitakarítani, mert ugye mindent megtesz az operáció azért, hogy ne így, hogy ne töröljön az eszközre. Éppen ezért az van, hogy a megfelelő sorokban, amikor azt mondod, hogy delete from akármi, akkor összesen egy darab csillagot, vagy egy darab ilyen, tehát ha a hexámban nézed, hogy mi történik, akkor annyi, hogy egy darab valami karaktert oda így ezt az adott sor elé, de magas sor ott marad, csak az SQLite klienset már nem fogja kilistázni, azért mondom, hogy megtalálta, de hát nem kell listázni, de akkor nem ott van. Tehát ugye miatt kimondottan nehéz. De azt mondom, hogy az autohover funkció hiába van meg, elvileg az SQLite-nak arra ez lenne a SQLite motornak, ez lenne az eszköze arra, hogy ezeket a fölösleges, de nem törölt sorokat kitöröljék, viszont ezt Androidon, meg iOS-en ezt nem nagyon implementálták, nincs ez semmi. Hiába hívott meg. Erről majd egyébként lesz később szó. Igen? Persze, hogy találkoztunk olyan megoldással, hogy titkosítva tároljuk. Mit csinálod a kérdőt? Jó, oké. Másodikus, hogy ez teljesítmény, mennyire áll a problémát a várandózásnál, mivel ez lesz a normálisan titkosítja az adatokat, és... Tehát egyébként, hogy mobil eszközök között. Ez egy kérdés az volt, hogy performancia szempontból van-e különbség a titkosított és a nem titkosított adatterülés között. Én azt mondanám, hogy van, de ezt felhasználom, hogy semmit nem fog észrevenni, mivel hogy egy mobil eszközön tipikusan nem gigabájtos nagyságban nem titkosítunk dolgokat, hanem mondjuk max néhány megát, az meg adott esetben pár másodperc várakozás jelent pluszban a felhasználónak. Tehát, hogy meg ugye eleve mobil eszközökön olyan nagy mennyiségű adatot tipikusan nem szoktak tárolni, se titkosítva, se sehogy. Legalábbis ilyen alkalmazások, tehát mondjuk egy ilyen mobil banki dolgot nézel, akkor ugye az tipikusan nem tárol semmit ilyen oldalon, jó esetben. A kivételt képeznek ez alól mondjuk az MDM megoldások, meg azok az appok, amik kimondottan arra vannak kitalálva, hogy titkosítva küldjenek ide-oda dolgokat, mert titkosítva tároljanak dolgokat, de ott sem jelent ez akkor a overheadet, mert most már azért gyakorlatilag emlékszem, hogy a telefonom, ami itt van, az gyakorlatilag 10-szer annyit tud, mint a legelső számítógépen teljesítményben. Ami azt jelenti, hogy nekem tök későn lett számítógépen. Tehát gyakorlatilag ugye ez nem jelent akkora különbséget. Tehát tipikus alkalmazásnál nem fog feltűnni, hogy titkosítva tárol. Csak amikor megnézed a sandbox tartalmát. Jaj, bocs, azt hittem, hogy abban is tisztelt Igen, oké, titkosítva van az SQLite. Nagyon jó kérdés. Tehát ugye az volt, hogy oké, van egy titkosítottan tárolt SQLite adatbázisunk, de akkor ahhoz van a kulcs, ami kinyitja. Hát tipikusan most azt mondanám, hogy benne a DNS-ben. De láttunk már arra is például, hogy a felhasználónak a kínjéből túlgózzák valahogyan ezt, tehát most azért értelmesebb, például, hogy már MDM megoldásokról beszélünk, ott azért eléggé szokták figyelni, hogy a kriptót milyen szinten elhagyják el. Tehát ott azért az szokott lenni, hogy több részből áll a kulcs, ezek egy része az mondjuk véletlenszerűen nem generálva, amit az alkalmazást inicializálják, egy része mondjuk hardware specifikus, mondjuk amikor megcímeznek pont egy hülye példa, de a UDR volt régen az iPhone-ok, iOS-nél a sláger,
az most már ugye olyan, ezt most már 4-es vagy 5-ös iOS alapítól azt már nem lehet csak úgy lefélelmezni, mert a hirdetés csináló céget rájöttek, hogy tök jó lehet lefelkelni a üzereket, de ez most már nincs, viszont majdnem minden, tehát Androidon és iOS-ben is van olyan, hogy tudsz divás specifikus dolgokat generáltatni, ami mondjuk az operáció felépítésekor, vagy inicializálásakor határozódik meg, és onnantól kezdve az egy ilyen kvázi pixel érték. Tehát, hogy ilyen értelemben ezek statikus dolgok, és hogyha ez a felhasználónak a pénnyét is hozzáveszed, mondjuk egy állatszal, vagy egy most már a TDK-t annyira lenne, de valamilyen hasonló eski, ilyesmi cuccal csinálsz belőle egy ilyen szép hosszú, véletlen, vagy elég nagy entropiájú itt üzer, akkor azt már lehet használni kulcsként. Tehát nagyon sok API működik. Tehát most például a WhatsApp csináltam, ugye azt nem tudom, néztétek el, most a WhatsAppnak volt az a, szóval hét elején jött ki a hír, hogy ők most így letették, hogy ők típusítva engedik, hogy felhasználnak, úgy kommunikáljanak, hogy úgy sem tudnak belenézni. És akkor van egy white paper, és akkor ott leírják, hogy ők is van hasonló módszerrel, hogy értenek a kulcskezelést. Tehát hogy ezért ez egy elég jól működik, meg elég, tehát nem kell újra feltalálni a kereket hozzá. Igen, tehát ott nagyon sok minden van, de van-e, hogyha új fájl küldesz valakinek, akkor ott azért lehet elég sok dolgot csinálni. Ott is van egy ilyen device specifikus rész, meg nézzétek meg a white paper, az tök jó. Igen? Best practice-ek vannak. Best practice-et mire? Ugye meg az, mondjuk egy sima alatárulásra van best practice, hogy használd ezt a papit. Mindig a munkatípusokat a tárulással van, ahogy fejlesztik. Van, tehát vannak már módszerek, van az SQ Cypher, SQL Cypher nevű ilyen, gyakorlatilag az egy olyan patch volt a SQLite-hoz, de most már ez egy önálló termék lett, és az elég jó. Tehát, hogy legalábbis úgy, tehát nem az a gyenge láncszer, hogy maga a titkosítás hogyan történik, sokkal inkább az, hogy hogy generálsz kulcsot, meg hol tárolod, meg hogyan használod. Meg mi lesz vele, miután becsüktem az appot. Tehát, hogy ha már azt nézzük, akkor nyilván ez egy nagyon kis része a egésznek, de maga a titkosítás része az már oprendszer API szinten is tök jól meg van csinálva. Mindenhol meg van egy kész termék is, tehát az SQL Cypher, hogyha használod, akkor összesen annyit kell megmondani, hogy mi a kulcs. Egy paraméterrel többet kell neki megadni az SQL-tól ismerítési API híváson elé. Tehát, hogy fejlesztői szempontból ez tök kényelmes. Csak az a hogy pont emiatt tök veszélyes is lehet. Azt mondanám, hogy menjünk tovább, aztán még, hogyha akartuk beszélgetni kriptóról, akkor még szerintem lesz rá lehetőség. IPC, tehát ilyen activity service-ek, internetek, broadcast receiverek, content providerek és társai. Ez egy döbbenetesen száraz és nagyon-nagyon minimális téma, ezt tudom, viszont mutogatok majd néhány dolgot, amivel talán kicsit érdekesebb lesz. Körülbelül ugye, amit eddig mondtunk, hogy vannak az alkalmazásaink, és sokféleképpen lehet belé lépni. Tehát ugye azt mondtuk, hogy ugye több activity is tartozhat egy alkalmazáshoz, hogyha van valamilyen user által, vagy usernek prezentált grafikus felhasználói felület része, akkor egy activity-je biztosan van, az én, de lehet több is neki. És ugye ezek az activity-k, ezek mind-mind a Manifest XML-ben vannak definiálva. Micsoda? Hát most képzeld el azt, hogy az a kérdés, miért jó ez fejlesztői szempontból, hogy több entrypont van. Most képzeld el azt, hogy mondjuk van a, hogy vegyük a Skype-ot. Most nem tudom, hogy pont van-e benne ilyen feature, most így. Mondjuk van a Skype, és akkor mondjuk ugye az van, hogy te Androidból tudsz olyan csinálni, képet tudsz küldeni, meg átméretezni, meg ilyesmi, és hogyha a kép küldő menüben te a Skype-nak elküldöd, akkor neked nem a Skype-nak a fő screenjét fogja prezentálni, ahol látod a kontaktja, hogy most nem tudom, hogy néz ki a Skype, hanem azt a képernyőt, azt a GUI elemet, amikor már ki tudod választani, hogy melyik usernek akarod elküldeni. Tehát ugye az, hogy ugyanazt az alkalmazást használod, de mégis máshol néz bele. Ezt így érted? Hát, mint egy API híveset. Igen, megfoghatjuk így is, csak ugye az a lényeg az egésznek, hogy a felhasználó élmény szempontjában ez egy sokkal rugalmasabb működést lehetővé. Hozzá egy másikat. Igen? Hogyha a telefonod éjszaka ki van kapcsolva a netfajta, rengeteg a hangvőszem volt, rengeteg bekapcsolódik magát a net,
akkor a Skype és minden más jelentős alkalmazás kapásolunk a megnyer internetet, hogy akkor van net, bejelentkezhetsz. Amit te nem is látsz az előtérben, semmiféle, azért nincsen, hogy abszolút megjelenik a Skype-nak az ikonban annyi. Stop, veszünk észre, de a háttér belül addig nem is adja, hogy a telefonon. Egyébként inkább szörvészítek, de ez a komponens való belépés, de most az activity terülben egy screen, hogy mi az a screen, amit látunk, hogy ennyi a főscreen, vagy és egy üzenetküldésnél, az üzenetscreen, bármi. Egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye tipikusan, hogyha egy fejlesztőnek adunk olyat, hogy itt meg itt be lehet lépni az alkalmazásba, itt van az autentikáció. A szívben meg is mutatom egyébként, hogy hogy működik ez a dolog. Remélem, hogy... Na, van ilyen szavam? Áhá. Na jó, az a jó, hogy nem tudom a jelszavamat a szívhez, amit beállítottam, de ez nem baj. Igen. De nem baj, de igen, ki lehetne túlni az SQL DB-ből is, de az a poén, hogy neki van egy olyan activity-e, ami gyakorlatilag megjeleníti a jelszavakat, és ahhoz már nem kell autentikáció, tehát hogy ez egy tök vicces dolog, hogy gyakorlatilag úgy van a adatfolyama, hogy kéne menni a dolgoknak, hogy itt beírod a jelszavad, és akkor utána ő egy internetet gyakorlatilag beinvokolja azt az activity-t, ami megjeleníti a ténylegesen a jelszavakat. És az, hogy viszont ezt az activity-t közvetlenül is el lehet érni, azt majd mindjárt meg fogom mutatni, hogy jutunk oda. Tehát, hogy vannak ilyen dolgok. Aztán van amit Norbi mondott, hogy a service az egy hasonló dolog, mint az activity, csak az a különbség, hogy nincs hozzá GUI. Tehát, hogyha mondjuk az, amit a Skype-ra kapcsolatban mondtál, az is egy olyan alkalmazás komponens, ami gyakorlatilag fut a háttérben, de nincs semmilyen vizuális elem, ami tájékoztatna a felhasználót arról, hogy ez ott van. Tehát, hogy ez tipikusan mondjuk azért így Androidon szerviszek így magukba az OS-en kívül lehet futtatni őket, mert nyilván vannak, de mondjuk általában akkor szokták használni, hogyha mondjuk az alkalmazásod úgy fut, hogy ki tudod gyilkolni a task listából, viszont ugye egy service rész akkor is bír futni még utána. Mert ugye te csak a fő vizuális részt töltöd meg vele, a service attól még bír futni a háttérben, tehát mondjuk kapsz egy üzenetet, akkor az például úgy, hogy meg fog jelenni. Attól függ, hogy hogyan megírva az alkalmazás, de nagyon sok ilyen instant üzenetküldő API így működik, hogy van egy service része, ami kezeli a hálózatot, meg figyeli, hogy éppen mit tudom én, passzik a telefon, meg hol van, meg van-e internet, meg ilyesmi. És egyébként a GUI része az meg vagy fut, vagy nem fut. És ugye nyilván, hogyha kap egy üzenetet, akkor ez a service ez képes felébreszteni a GUI-t, hogy mit megjelenít egy Viber, tudod, hogy feldob egy ilyen overlay ablakot, hiába nem futott a task listában a Viber, akkor is meg fog jelenni neked a kis ablakot, úgy a service képes kinyúlni és elindítani ma azt a komponest, aminek van GUI-ja. Tehát ez így bír együttműködni. Aztán ugye beszéltünk intentekről, tehát gyakorlatilag a intent az ez egy olyan cucc, amivel alkalmazások tudnak egymással kezdeni valamit. Most nagyon-nagyon sok betűben ezt el fogom mondani, hogy mi van. Na látom, hogy elveszettelek titeket, mindenki elkezd olvasni, hogy mi lehetne a képernyő. Tehát, hogy gyakorlatilag úgy néz ki a dolog, hogy egy intent az gyakorlatilag egy üzenet, amit egy alkalmazás tud küldeni valamilyen. Egy komponens tud küldeni egy másik komponensnek. Most ez lehet egy ugyanabban az abban, lehet egy másik abban, lehet egy olyan intent, ami mindenkinek el van küldve, ugyanúgy, ahogy az OS is használ intenteket. Tehát például az, amit mondtál, hogyha van hálózat, arról minden alkalom, aki fel akar erre iratkozni, akit érdekel, hogy éppen van hálózat, vagy nincs, azt az OS értesíti egy ilyen intent üzenettel. És... Nem fontos, hogy szörnyként mostan áttérben, hanem ilyenkor lehet akár teljesen kikapcsolt állapotban is, és amikor kap egy ilyen internetet, akkor magát az egyik ilyen alkalmazásnak. Ezt nem tudom, hogy ilyet lehet, tehát az volt a kérdés, hogy mindenképpen kell service ahhoz, hogy alkalmazás nem nincs. Én nem tudom, hogy ilyet lehet-e, hogy se service nincs, semmi nincs, de alkalmazás nem magát lenni. Szerintem ilyen. Kell egy kis fókusz. Valami kell, mert... Hogy egy megmondott, hogy ez általában egy ami konkrétan egy bizonyos intent filterre rendelkezik, és akkor megkapja ezt a fókuszt, képes ő ugye egy activity, vagy bármilyen más komponenst, fel kell egy
Tehát amikor a képernyőn láthatjuk megjelenik a vizuális elem, az nem hamar, az nem a semmiből jött, hanem az valaki, aki nem látjuk a képen, mert a folyadalon dolgozik, ő támasztotta fel. Na, egyébként, ha már MDM-ekről beszéltünk, ez a Mobile Device Management tudsz, tehát gyakorlatilag kérdezik, nem tudja, mi az, hogy MDM. Mielőtt, hogy nagyon belemennénk. MDM, kérdezik, tudja, hogy mi az. Jó? Elmondtam? Ja, igen. Jó, csak utálom azt, amikor a Mobile Device Management messze paraszt nézed, MDM kész. Tehát ugye MDM az egy olyan állatfaj, amit mi a nagy cégeknek találtak ki, és arra jó, hogy mondjuk itt tudom én, vannak területi képviselőid, akiknek, hogyha elhagyják a telefonjukat, vagy ellopják tőlük, akkor nem szeretnék, hogy mondjuk kikerüljenek olyan adatok, amik mondjuk adott esetben fizetik utók, vagy ilyesmi. És ugye ezek a MDM eszközök közül nagyon sokféle dolgot tudnak, tehát alapvetően két nagy csoportba lehet osztani, amit szeretnek csinálni. Az egyik az az, hogy mindenféle beállításokat kényszerítenek ki a telefonodon, vagy a mobil eszközödön, tehát az, hogy mint tudom, hogy legalább 6 hosszú pinnek kell lenni, amely van mondjuk kisbetű nagybetű szám, azt például elő tudod írni egy ilyen MDM eszközzel, tehát az mondjuk tök hasznos bír lenni. A másik vonulat, meg ugye nyilván ugye van egy agent, ami időnként bejelentkezik, és akkor van egy nagyon szép konzol, ahol lehet nézni, hogy hány darab eszköz van, és akkor így menni van vele rútóval, vagy zsérvékelben, mit tudom, tehát ilyen kis egész korrekt fotókövetőt lehet csinálni. A másik üzemmódjuk, meg az, amikor ilyen enkriptált sandboxot biztosítanak, tehát tipikus use case mondjuk egy MDM esetében, hogy kapsz egy levelet, mondjuk a céges címedre, amiben van egy PowerPoint, és azt megnyitod a telefonodon, tehát ez így három darab alkalmazásnak az együtt működése, és akkor az az egésznek a lényege, hogy a maga a pése, a PPT-se, a levélse, semmi nem kerül plain textben a eszközre, tehát minden valamilyen enkriptált konténerbe lakik elejétől a végét. És ugye a legtöbb MDM az most már nem csak a beállításokat tudják ütézni, hanem ilyen jellegű szolgáltatásokat is nyújtanak. Most szándékosan nem akarok neveket mondani, mert gyakorlatilag minden nagyobb informatikai cég megküzdtem maga kis leleskéjét ebben a témakörben, tehát nem tudok olyan céget mondani, akinek ne lenne ilyen olyan termék, hogy vagy ő maga fejlesztette, vagy felvásárolt egyet. Na, ja igen, és az MDM-ek azért hoztam ezt így be, mert Androidon nagyon sok MDM működik úgy, hogy ugye tipikusan ezek úgy néznek ki, hogy nem egy nagy package az egész, hanem több alkalmazást tudsz telepíteni. Tehát van nyilván egy agent, ami az egésznek a középpontja, akkor van levelező kliense, mit tudom, office kliens, van ilyen kommunikátor, lehet hozzáférni, meg ilyesmi. Ugye ezek külön-külön alkalmazások, és akkor ezek ugye Androidon szeretnek egymással ilyen intentekkel, meg egyéb, amik később lesz szó, ilyeneken keresztül kommunikálni, és adatokat pumpálni egymásba. És amikor Androidon ilyen több komponensú alkalmazás, hát ez nem is egy alkalmazás, tehát én sok komponensú alkalmazás, rengeteget tesztelünk, akkor nagyon sok időt eltöltünk azzal, hogy próbálgatom mindenféle módon hívogatni olyan interfészeket, amit az alkalmazások egymásnak biztosítanak. Hát, ha elrontották valahol. Aztán ugye beszéltünk arról, hogy van az alkalmazásunk, és ő fel tud iratkozni különféle olyan eseményekre, amik az operációs rendszer egészetét érintik. Itt tudom, ilyen tipikusan ilyenek az, hogy fölírtam néhányat, hogy bebootolt az OS, például van egy ilyen boot completed nevű intent, amelyik alkalmazást éppen érdekel, az megkapja. Ugyanígy, hogyha alacsony a teleptöltöttség, vagy megváltoztatták a dátumot, vagy éppen internet van, vagy elment az internet, tehát ezek a dolgok, ezek minden alkalmazás számára elérhetőek lesznek. Tehát most nyilván ugye egy alkalmazást nem érdekel minden, ami történik, tehát ezeket azt, hogy milyen típusú internetekre szeretne ő feliratkozni, azokat a manifest XML-ben megmondja az app fejlesztője, hogy mit szeretne, és akkor az operációs rendszer csak azokat a interneteket közvetíti az appnak, amire ő feliratkozott. Na, most ezzel már nem is rugóznék tovább, mert igazából ez annyira nem izgi. Most kiegészítés, hogy annyi, hogy minden komponentet, amikről itt beszélünk, az mindig megjelenik a XML-ben, manifest XML-ben, viszont a dolgokat viszkivére az, ami lehet, hogy nem szerepel benne az XML-ben, mert dinamikusan létre lehet hozni. Tehát igazából ez az egyetlen olyan komponens, aminek lehetnek olyan része, amik dinamikusan lettek létrehozva. Az összes többinek szerepelnie kell a manifest
Na, azt nem tudtam. Köszi. Kis harctéri tapasztalat. Na, ami az egésznek, ahová kifut, tehát gyakorlatilag a content provider az állat, amivel alkalmazások tudnak egymásnak adatot adni. Tehát ez az egyik legfontosabb tesztelői szempontból ezeknek a megnézése, meg megértése, meg megvizsgálása. Mert tipikusan ugye úgy néz ki egy ilyen szituáció, hogy van A meg B app, és akkor az A app az adatokat ad a B appnak. És akkor itt azért elég sok minden kérdés van fölvetve, tehát például szükséges-e valami élő autentikáció ahhoz, hogy adatokat szerezze egy alkalmazásból, vagy szükséges-e egyáltalán valamilyen permission ahhoz, hogy hozzáférjen egy adott alkalmazásnak a content provider-jéhez. Tehát hogy ez annyira azért nem atomfizika, tehát ez, amit itt látok, ez a URI, ez gyakorlatilag olyan, hogy ezt meg lehet nyitni egy ilyen speciális API hívásban, és gyakorlatilag ezt az egész URI-t egy stringbe átadod neki, és akkor visszakapod egy másik, nem string, de egyéb objektum formátumban, egyik az formátumban, hogy mit adott vissza a másik alkalmazásod. Tehát, hogy gyakorlatilag ezt nagyon jól lehet például ilyen URL-szerűen paramétereket belerakni. Ebben is, ha már viszont URL paraméterek, akkor már injektálni is lehet. Például, ha beleraksz egy apostrofot, akkor simán lehet, hogy SQL injection-ös az a alkalmazás, amitől adatokat kérsz. Ezt majd szintén előre fogok mutatni példát rá. A permission-ökre ugye van egy példám, tehát ugye ezt nem láttuk semmit belőle mi. Na, tehát ugye az van, hogy itt van a megfelelő releváns részlet a XML-ből. Ugye látjuk azt, hogy gyakorlatilag egy alkalmazás az tud saját magának is permission-öket definiálni. Tehát egy egész komplex szenáriókat lehet csinálni, tehát mondjuk tudok olyat, hogy hello, én vagyok ez a lap, ez a content provider, én itt nem tudom, adatokat adok, azoknak az alkalmazásoknak, akiknek ez a jogosultságuk megvan. És akkor ugye ugyanúgy a userek, amikor telepít az alkalmazásokat, akkor ugyanúgy el kell fogadni, mint a system permission-öket. Tehát, hogy ez egy ilyen tök szép összerakott rendszer. És akkor az egészből ugye az van, hogy ugyanúgy, amikor tesztelünk, akkor megnézzük azt, hogy ezeket a content provider-eket lehet-e hívogatni anélkül, hogy ténylegesen benne lenne a permission-ünk abban a körben, amit az alkalmazás követel. Jó. Jó. Na, és akkor most igazából rátérhetünk a viccesebb részre, ami amikor, hogy mi történik akkor, amikor tesztelünk. Egész, ez idáig csupa-csupa elmélet volt, és most mutatok pár olyan dolgot, ami gyakorlat. Ami szerintem sokkal izgalmasabb, mint elméletileg nézni a dolgokat. Na, ADB-ről beszéltünk már a múltkor, ugye gyakorlatilag ez egy olyan szerver kliens eszköz, aminek egyik része, ami a démonja, az fut az eszközön, a kliens oldalra meg szépen csatlakozni tudsz hozzá, és mindenféle tudsz csinálni rajta. Ami, tehát egy bekiabálással egy csomó dolgot mondhatok, hogy mindent lehet csinálni vele múltkor. Aztán ugye beszéltünk arról, hogy van secure, meg insecure ADBD, ez mondjuk tesztelési szempontból annyira nem is lényeges. Ami viszont sokkal izgibb, az az, hogy mi mindent tudunk csinálni az alkalmazásnak a telepítőjével, ami az APK fájl. Tehát ez a statikus analízisnek a témaköre, ez a tű a szénnek az alba. Ugyanis tipikusan úgy néz ki, hogy kapsz egy APK-t, és elkezded valamilyen statikus analizátor eszközzel nézegetni, hogy ugyan vajon mit rejt magában. Tehát itt tudtok-e mondani most csak így hirtelen, ilyen biztos, hogy tudtok mondani, olyan valamilyen eszközt, ami ezt tudja. Idaprút használ, idaprút, azt a classes context-ot, hogyha nem a demo verziód van, mert mondjuk olyan helyen dolgozó, hogy a céged megvásárolta, akkor az nagyon jól tudja szépen gráfosan mutatni a megfelelő class file-nak felépítését. Aztán ugye van egy csomó ilyen statikus analizátor framework, például AndroGraph, vagy AndroEyes bőrű framework. Aztán ugye van, ugye azt mondtuk, hogy alapvetően azért ezek az alkalmazások valahol szívük lelkük mélyen Java-ban vannak megírva.
Tehát ha például is nézzük, azért egy jó javadi compilerre azért rá lehet venni a legtöbb androidosokra. Aztán ugye vannak már ilyen egészen komoly versenyzők is ezen a piacon, például az a ilyen decompiler nevű cucc, ami egy fizetős történet, de alapvetően open source eszközökkel is elég jó eredményeket lehet elérni. Tehát ugye beszélgettünk, ugye ez a statikus analízis nevű része a pentesztnek az, amikor elkezdjük így bottal piszkálni az alkalmazást, hogy mégis mi lehet, anélkül, hogy feltelepítenünk bármilyen eszközre. Ez teszt stílustól, alkalmazástól és mondjuk egyéb referenciától függően 2,5 perctől több napig is eltarthat. De hát mondjuk azért mik azok a dolgok, amiket ilyenkor előszeretettel keresgélünk? Tehát így nagyon kíváncsiak vagyunk itt a Manifest XML-re, ha más nem, akkor egy F4-edéttel ránézzük, hogy mégis mi van benne, milyen permissionokat szeretnek kérni, milyen activity-k vannak benne, milyen interpretekre van ő feliratkozva, amivel a lehet persze ezen később változtatni, de azért nagyon sok esetben én nem láttam dinamikusan idéztek volna a pásra olyan dolgot, ami figyelget intentekre. Tehát azért az alkalmazásról elég jó képet lehet kapni azzal, hogy ember ránézni a manifestik szemára. Aztán akkor nézzük meg, hogy mégis mi mindent lehet kezdeni vele. Tehát mondjuk van az Androlize nevű framework, ez egy ingyenes Google-kozó lehúzható tud. És nézzük. Nincs terminálom. Hát akkor... Tehát én lehúztam ide két alkalmazást. Az egyik egy olyan app, ami... Csak kimegyítom. Tehát ez a Sieve nevű, tudtam, az előbb mutattam ennek az APK-ja. És ezt meg is mutatom, hogy hogy néz ki, hogyha egy ilyen statikus analizátor framework-kel megetetjük. Tehát nézzük csak. Ez egy kis Python-ban megírt tud. Tehát van egy kis puskám, hogy nem akarok itt nagyon gépelgetni. Tehát ez is annyit csinál, hogy megkap egy APK-t, és... Ja, hogy nincs benne. Szépen így megeszi, megkámcsogja, és például le tudjuk kérni a permission listát, tehát ez olyan nagyon nagy meglepetéseket nem tartogat, ez szeretne hozzáférni az internethez. Viszont ami nagyon érdekes, és baromi hasznos bír lenni, az az, hogy statikus analízisben ugye úgy működik a dolog, hogy a permission-ökhöz API hívások tartoznak. Tehát tipikusan, hogyha nekem az alkalmazásom internetet szeretne használni, akkor valahol a kódban meg fogja hívni azokat az androidos API hívásokat, amik az internetről húznak be valamit. Most ez bár nagyon sok módon lehet, de ugye az a jó, hogy ezek viszonylag jól föltérképezhető, előre ismert történetek. Tehát, hogy akár a developer API-ban, hogyha megnézitek, akkor menne van API hívás szinten, hogy milyen permission kell hozzá. Tehát, hogy a másik oldalról megnézve, hogyha tudom a permission, akkor tudom, hogy mik azok a API hívások, amik érdekesek lehetnek. És ugye most mondtam az elején, hogy a tű a szénak az alma, ami hát ez most nagyon ijesztő lehetett így elsőre, de ugye, hogyha végignézzük, akkor ugye most ami minket érdekel, az mondjuk az, hogy a read contact, ez bár mondjuk érdekes lehet, ezt kiszúrhatta valaki, hogy ez nincs benne a alkalmazásunk által kért permission-ök között, viszont mégis benne van, tehát ez egy izgis dolog. Aztán egyébként meg ugye az benne a jó, hogy ez ilyen objektum meg osztály szinten megmondja, hogy melyik függvényünk, vagy melyik class, melyik függvénye hívja meg az adott permissionhez tartozó API hívást. Tehát ez mondjuk, tudtok példát mondani, hogy ez mikor lehet izgalmas? Milyen API hívások lehetnek érdekesek, amiket így mondjuk így szeretnénk tudni, hogy hol van. Mert tipikusan ugye az a helyzet, amit Sándor itt mondott is az elején, hogy nagyon hatékonyan szeretnénk dolgozni, tehát tipikusan egy androidos vagy iOS-os app, az baromi nagy. Tehát ott azért adott esetben akár több millió kulcsod is lehet,
és hiába tudunk nagyon-nagyon jó trükkökkel visszaforgatni nyálában mindenfélét, azért még továbbra is elég sok, mint gombócból is. Úgyhogy szeretnénk olyan dolgokra fókuszálni, amik igazából fontosabb security szempontból. Tehát mondjuk így tipikusan ilyen lehet az, amikor mondjuk hangsúlyt ellenőrzünk, enkriptálunk, autentikáljuk a user-t, lokált kriptót csinálunk, aztán mit a logba írunk valamit, vagy mit tudom én, csirdéket detektálunk, vagy root-ot, Android-on, vagy ilyesmi. És mi ezek a ezekhez azért elég sok olyan hívást tartozik, amit ilyen statikus analízis framework segítségével meg tudunk ejteni. Tehát ez mondjuk egy olyan dolog lehet, amire, hogyha az ember rászállja az időt, és nem a 2,5 perces iskola híve, mint én, az elég hatékonyan tud dolgozni a későbbi időszakban, amikor elkezdjük bögdösni az alkalmazást. Na, mutatok még néhány dolgot, tehát hogy van ez a Androlize framework, ez egy ingyenes tudsz, azt le lehet húzni, van ez a Yeb nevű tud, ami valamiért egészen vicces, de a Gnome Shell-el folyton azt hiszi a Gnome Shell, hogy ki akar fagyni, és feldobja ezt az ablakot. Ezt, ha esetleg valaki találkozott már vele, hogy lehet kigyilkolni, ezt örömmel várom, mert baromi idegesítő. De a lényeg az, hogy itt van ez a Yeb decompiler, ezt meg lehet, tehát mondjuk nyissuk is meg ezt a APK-t. Tehát itt van a szív. No. Itt látszik, hogy lent elkezdett dolgozni, elkezdett csemcsogni. És itt is van, tehát gyakorlatilag meg, itt vannak a osztályaink, tehát itt van egy ilyen Android support, ez a legtöbb ilyen androidos alkalmazásban ez, nem lehet semmit látni. Sajnos nem tudok nagyítani rajta, ezt akármennyire kerestem, ez ekkora, ezt kell lenni, ezt kell szeretni. Higgyetek nekem, talán ezt a részét ezt lehet nagyítani, de ebben sem vagyok biztos, nem lehet. Ez egy fizetős eszköz egyébként, csak én pedig nem is olcsóm. Tehát ami lényeg, na erről beszéltem, ezt így valamire elkezdi csinálni. Tehát lényeg az, hogy itt ki lehet válogatni a különféle osztályoknak a leírásából, hogy mire vagyunk kíváncsiak. És ez, amit láttok itt, ez gyakorlatilag Smalley. Tehát ez az a byte kód, amiről beszéltem, hogy ember által olvasható, nem túl szép. Tehát én az érdekesebb, amire nem olvasni fel belőle, de azért egészen jól értelmezhető, meg vissza lehet forgatni nyelvába az a nagyon nagy királyság. Tehát ez viszont meg ilyen teljesen használható jávapult, amit látunk a képernyőn. Tehát, hogy ez igazából egy baromi kényelmes, az a Yeb, ez egy baromi kényelmes eszköz, nagyon sok mindent tud csinálni. Aztán kérdés. Szerintem nem. Legalábbis hát a feled, ez a verzió lehet, hogy ez egy elég régi, ami nekem van. De az... igen, ezt kézzel is vissza lehet csinálni. Az olyan, hogyha ezt beütöd, akkor összesen 2 darab sáv parancsot kell kiadnod, hogy visszakap egy olyan jelenet, amivel felépíteni is tudsz. Tehát nem tudom, lehet, hogy ebben is benne van, de... Na, ezt mondom. De én nem találkoztam vele. No, aztán... A Python-on a 3 változó tárolja azokat a értékeket, amiket tudsz módosítgatni. Kicsit kényelmet, hogy konzolos felületen kell művelődni, de egyébként ott, hogyha átírod, de lehet azt mondani, hogy save ez, és ki tudod menteni simán akár a Smalley file-okat, akár az RTK-t. Azon is Java, tehát effektíve Java kódot tudsz bele. Smalley-na. Sajnos csodásan most nincsenek, az ember a kódot, hogy Java lehet. Az a baj, hogy ahány decompiler annyiféleképpen fordítja a Java kódot. Tehát, hogy nem tudod egyet egybe a Jávát megfelelni. Igen. Tehát gyakorlatilag ez egy eléggé fontos dolog, hogy ezt így megjegyezzük, hogy a Jáva, amit kapunk, tehát amit itt látunk, ez csak egy ilyen kvázi kitalált vagy megsejtett reprezentációja annak, ami történik. Tehát a lényeg, ami ténylegesen történik, az a Smalley-ban van, ami egy füllel arrébb van, és az SMB nevű tudsz, ezt mindjárt meg is tudom, hogy ilyet hogy lehet kézzel csinálni, és egy ne ilyen egészen hangyányi betűket kapjatok csak a képernyőm. Aztán ugye volt, ígértem, hogy mutatok még open source toolokat, tehát van például ez a két eszköz, ami közül az egyik, ez a APK tool nevű tudsz, ami gyakorlatilag azt tudja csinálni, hogy kicsomagolja
ezt a, az APK-t. Tehát ugye az van, hogyha simán belemegyünk egy, nem, belemegyünk egy Midnight Commander-rel mondjuk, és ránézünk, akkor ez egy ilyen elég csúnyán enkódolt XML, meg ugye a fájlok is ilyen hasonlóan szörnyen festenek, amik benne vannak. Tehát ez azért van, mert ez egy speciális módon összezipelt fájl, tehát ott azért nem, tehát hiába lehet kicsomagolni, azért nagy részt kell rajta némi enkódingot csinálni. Éppen ezért van ez az APK túl nevű jóság, ez szintén Google-tól lehet letölteni, ez egy ingyenes kis valami. És ez nekünk ki is csomagolja szépen ilyen teljesen emészhető formátumúra a dolgot. Tehát itt már a Manifest XML az már ilyen szépen kirajzolt, teljesen olvasható valami. És amiről beszéltünk, ugye a Smalley kód az, az itt található. Ez gyakorlatilag ilyen Java osztályoknak a írása vagy implementációja. Tehát például ránézünk erre a dbparser nevű tútra, gyakorlatilag van ennek is egy ilyen szintaktikai ennek a Smalley-nak. Nem túl bonyolult, mindazonáltal nem lehetetlen automatikusan parszolni, kicsit néha fájdalmas, de alapvetően elég jól lehet vele dolgozni. És amikor majd fogunk követ játszani, módosítunk, patchelünk és visszacsomagunk, akkor ezt a fajta szövegfájt fogjuk okolni. De hát az majd még egy későbbi része lesz a dolgoknak. Aztán ugye volt, ha már Java-val akarunk foglalkozni, akkor van ez a Dextoyar nevű móka, ami meg olyat tud, hogy ez gyakorlatilag jar-fájt csinál neked, megcsinálja neked a jar-fájt a APK-ból, és azt egy sima JDGUI-val például lehet olvasgatni, de ezt meg is tudom, hogy működik. Nem. Gyakorlatilag csinál belőle egy jart, amit már meg tudunk nyitni egy sima Java decompilerre. Na, tehát, hogy például látjuk, hogy ez már egy egész használható dolog, és az olyat is tud, hogy nagyítani is lehet ez. Ez egészen fantasztikus ember oldalon. Na, aztán így egyébként, ha már elkezdtünk beszélgetni certificate pinningről, akkor mutatnék egy... Igen? Benne van a Smalley-ban. Van egy projektet, ugye a befogadott abban a projektben, benne van, sőt, hogy arról még akár a JavaScript-ot is lehet, hogy fordulatilag plusz még egy opció. Egyébként csak a klasszokat szokták ide benne hagyni a fordulatot javarban. És ugyanígy működik egyébként az RPK-n is, hogy ezek a klasszis text állományok igazából egy-egy a megfeleltetése a Java klassznak, csak ugye az addig VM-re, tehát bájtani. És ugyanúgy ott van minden string, minden név, minden... De nagyon nem. Obfuszkáció rá lehet ezeket pinteni. Nem csak azért kérdezem, mert mindig sima C-compiler, mert C-t használni, de ezek az információk. Ha nincs megadva, mint G. És akkor sem lehet bele, de ez számomra furcsa. Igen, tehát az, amiről beszélsz, az nem ott van a próbát. Alapértelmezetten ezek is bekerülnek a Yandex tárgyba, és egyébként külön kell tennem azért, hogy ezt meg. Így a... Valaki viszkedett a kezedre. Beszéltük ezt a propuszkálást, és így is vissza lehet csinálni, tehát valamilyen mérték. Ja, az, baj, az olyan, mint a CSIS-ben tudjuk, hogy végtelenségben van egy fotóra, hogy egy idő után azért nem információból vissza, nem nehéz információt csinálni a tudományi mai állása szerint. Tehát az kurvasok energia kell, hogy átfókriát tudj abban az irányban változtatni, hogy nem információból, nem információt, káoszból nehéz valamit csinálni. Tehát, hogy ez ugyanígy igaz itt is, tehát azért fontos azt látni, hogy azért nagyon-nagyon meg tudják nehezíteni a fejlesztők a tesztelőnek a dolgát azzal, hogy mondjuk nagyon szakszalaszéjjel opuszkált
állományokat adnak a kezünkben. Ettől függetlenül nagyon sokszor hémetnek találkozunk. Egyébként mondani egy dolgot, hogy mit lehet ilyenkor csinálni. Tehát ezért ekkor sem vagyunk teljesen megnőve, tehát ilyenkor sem borulunk sírva a kardunkba, hogy nem fogjuk tudni megérteni, hogy mi történik az alkalmazásban. Tehát ugye van kapásban mondjuk két módszer, amit lehet használni. Az egyik az az, hogy akármennyire is szanaszélye vonatkozkálva az alkalmazásod, amikor ezt ki akar nyúlni az oprendszerbe és egy API hívást akar hívni, annak muszáj, hogy annak olyan neve legyen, amilyet tud kezelni. Tehát az, hogy személy, és akkor egy küldetés tulajdonba beleírjuk ezt a szintet. Tehát mondjuk így szokott kinézni, hogy ilyen nagyon szép opuszkát adnak a része, hogy nem érted, hogy mi történik, de így tudod, hogy ezt beleíródik, mondjuk egy adatbázisba, vagy itt egy HTTP kérdés kimegy. És ugye pont amiatt, mert ezeknek az API hívásoknak nagyon jól ismert szintaktikájuk van, amiért viszont már el tudsz kezdeni visszafelé sétálni az objektum, a paraméter objektumoknak az, hogy hányadik, meg mi a neve, meg mi a típusa, azért az elég jól megmondja, hogy nagyjából mi lehet. Meg azért, tehát nagyon jól lehet azért látni, hogy tipikusan azért, ahogy is mondjam, nem csípázott fejlesztenek alkalmazásokat, tehát azért általában egy adott modulnak a funkcióit azt ki lehet találni abból, hogy milyen implantek vannak benne, vagy mikre figyel, meg hogy mikor hívódik meg, vagy milyen objektumokat, milyen típusú klasszokat kezel. Tehát hogy mondjuk azért ezt elég jól meg lehet mondani, hogy aha, tehát itt van valami hálózati cucc, ez van valami lokálisan csinál valamit. Tehát lokálisan mondjuk kiír egy fájt, vagy ilyesmi. Tehát hogy ez mondjuk nagyon-nagyon sok esetben segít, akkor is, hogyha maga az app az egy ilyen nagy összedarált valami. Tehát hogy azért szerencsére a fejlesztők törekszenek átlátható meg ilyen modulárisra szétszabdalt kódot írni, ez nekünk nagyon sokat segít ebben az esetben. Ez kérdés, biztos jól van kérdés. Csak én akkor mondom, hogy kuszkosítjuk. Na jó, menjünk tovább. Igen, decompilation, ez pontosan a small analysis, ezekről mind beszéltem. Ezekről is mind beszéltem. Na, dinamikus analízis. Na, ez már egy izgalmasabb dolog. Ugye a statikus analízis az gyakorlatilag abból áll, hogy ilyen nagyon szép, ilyen színes grafikonat, vagy jár a kóddal teleírt szövegszerkesztő oldalakat nézeget. Anélkül, hogy az a tényleg is alkalmazást azt említanád, hogy csinálnál vele valamit. Akkor, amikor elindítjuk, akkor attól már a dinamikus alkalmazás lesz, és akkor ugye az a szép az egész, hogy a dinamikus alkalmazás, dinamikus analízis, az sok esetben ott már beleütközünk azokban a jellegű problémák, vagy el kell indítani a lapot. Tehát, hogyha mondjuk, mit tudom én, iOS-en, mi rengeteget szívtunk annó azzal, hogy tipikusan ugye az van, hogy iPad-ben is volt, amiben van színkártya, van még nincs színkártya, és hogyha SMS-t akarsz küldeni, akkor már csak olyat tudsz, ami színkártyát teszik meg. És akkor az már, tehát hogy végtelenségű eszközt kéne beszerezni ahhoz, hogy minden alkalmazást nem tudj futtatni. Viszont ugye ezek a dolgok nélkülözhetetlenek akkor, amikor alkalmazást tesztelünk. Tehát itt azért nagyon sok minden tud változni. Tehát az, amit most mutatok, az a szkenáli, amikor van egy fizikai telefonunk, vagy eszközünk, és akkor az így USB-vel bele van dugva a gépünkbe, és akkor azon fut. Tehát, hogy ezt lehet emulátorozni is, lehet fizikai eszközzel is csinálni, lehet egyéb módon is, de én most ezt a teszt setupot mutatom meg. Tehát egy nagyon fontos dolog a JDB, ezt, aki már fejlesztett jelában, azt gondolom, találkozott már ezzel. Ki az, aki találkozott már a JDB-vel? Jó, mesélj róla! GDB-ről én is, mert a GDB az egy jó debugger, a GDB nem jó debugger. Igen, ezért volt rövid a nap. Igen, tehát ugye a GDB az egy zseniális, de olyan, amikor amikor egy vasárnap sétáltak a gyerekként a szülővel a sétáló utcán, és akkor csoki volt, hogy ki volt pakolva minden ilyesség, azonban nem lehetett elszedni semmit, mert nem volt nyitva a bolt. Most a GDB ez pontosan ilyen, tehát hogy azt csak nézegetni tudod nagy részt a objektumokat, meg a változókat, amik vannak, de például belenyúlni már nem nagyon tudsz. De velem is, ha valaki tudja, hogy hogy lehet, akkor könnyebben mondja meg, mert én nem jöttem még rá, nem is nagyon láttam, hogy lehetne ilyet csinálni. Tehát JDB az ugye tipikusan úgy néz ki, hogy van ez a
Java Wire Debug, vagy JDVP nevű protokoll. Java Debug Wire, mindegy protokoll. És ugye ez az a jó, hogy az ADB-vel meg tudjuk azt is csinálni, hogy mondjuk nézzük meg ezt a Sieve nevű appot, hogy mi történik. Tehát ugye legelőször is meg kell tudnunk, hogy mi a PID-je, ami mindez ki a ADB. Jó, tehát itt van egy ilyen Sieve 6915, és akkor ADB forward. Ami itt történik, az gyakorlatilag az, hogy... Na, mi van? Még egy pillanat, és nem vagyok root. Na, mi a fene? Fordítva kell? Morbi, mi a sorrend? Ezek szerint nem. Minus-minus connect. Nem. Nem sima connect. Attach, bocsánat, nem connect, attach. Hülye vagyok. Na, így az igazi. És például azt mondjuk, akkor látjuk, hogy itt vannak a kis osztályok, amik be vannak töltve. És ugye ez gyakorlatilag pontosan olyan, mint hogyha egy Java alkalmazást debugolnánk. Baromi hasznos lehet néha, tehát ez mondjuk tipikusan akkor szokott nagyon hasznos lenni, hogyha mondjuk az alkalmazásunk tudjuk azt, hogy valami kriptó varázslást csinál, és tudjuk azt, hogy most valamelyik a dekompilált Java kódból tudjuk azt, hogy milyen osztályban, milyen objektumban kéne lennie mondjuk a dekripciós kulcsnak, és akkor azt ugye ilyenkor szívem beleszállunk a processnek a memória terébe, akkor azt ki tudjuk iratni. Igazából ez egy ilyen, úgy is mondjam, ez ilyen igazi ilyen craftsmanship, tehát ez ilyen nagyon-nagyon finoman, amikor így pont oda bükünk és pont oda szúrunk, hogy gyakorlatban ez baromi időigényes ezt megtalálni, és nem nagyon szoktuk használni, hanem sokkal inkább shotgunnal belülünk a tyúkok közé, és meglátjuk, hogy kimarad mi lenne. Tehát ez a mesterlövész megközelítés, ez nagyon, nagyon finom, de nem igazán produktív. Tehát amikor mondjuk van 2-3 nap egy kriptóhevi Java appnak, vagy applikának a megtesztelésére, akkor ez már így annyira nem jó. Azt majd később fogom mutatni néhány olyan lehetőséget, amivel ezt nagy üzemi módon lehet csinálni, hogy dekripciós kulcsokat megszerezni az alkalmazásunkban, megérteni, hogy a kriptó része hogy működik. No. Menjünk tovább. Szerintem ugye beszéltünk arról, hogy alkalmazásoknak ugye vannak ezek a IPC-s, ez a processzek közötti kommunikációra szolgáló részei. Ennek a tesztelése nagyon sokáig úgy nézett ki, hogy volt egy hadosztálynyi Python meg Java alkalmazás, ami mindig egy dolgot tudott, és csak azt jó rosszul. És akkor jöttek az MWR-os srácok, ugyanazok a figurák, akik megcsinálták a Sieve-et, de ezt megcsinálták ezt a Drozer nevű frameworket, és a Drozer az ki az, aki már használtak, hogyha nagyon sokan, akkor nem nagyon rúgóznék rajta. Jó, a Drozer az gyakorlatilag egy olyan cucc, ami van neki két része, van egy kliens, meg egy szerver oldal, hogy is mutatom, hogy néz ki a... Oké. Okay. Van egy agentje, ami fut a... Na, még egyszer. Tehát ugye van egy agent, ami fut a szerveren, fut a telefonon, és van neki egy ilyen kis Python-os kliense, ahová én így lejöttem. Így van, tehát gyakorlatilag, na még egyszer, így néz ki, elindítjuk, és ezzel lehet olyanokat csinálni, hogy ugye gyakorlatilag a Drozer agent, ami fut a telefonon, ez a kis alkalmazás, ő ugye egy sima alkalmazás, ami gyakorlatilag egy, azt hiszem, hogy csak internet permission-je van, vagy valami az se. Tehát, hogy nincs semmilyen speciális permission a birtokában, és azt tudod
így vezérelni a konzolról, hogy ő melyik környező alkalmazásnak, melyik IPC endpontjának próbáljam üzenetet küldeni, vagy azzal próbáljam kapcsolatba. Tehát ez egy nagyon hasznos kis dolog. Mutatok néhány olyan szkenáriót, ami ez így hasznos lehet. Tehát például, csináljuk azt, hogy én ezt kirakom ide, hogy ez maradjon always on top. Tehát mondjuk itt van a... Nem, ez a zenelejátszó, nem ezt akartam, hanem itt van a szív. És akkor ugye beszéltünk arra, hogy nézzük meg, hogy mondjuk nézzük egy alarózer dolgot, ami gyakorlatilag úgy olyasmi, mint a Metasploit így feelingre. Tehát ugyanúgy vannak moduljai, amiket betöltesz és használsz, és akkor fölparaméterezed őket, és akkor elindítod. Tehát, hogy mondjuk, azt mondjuk, még ez most nem is kell még egyedülre ez, hogy app. Ugyanúgy tabbal tud kiegészíteni, egy baromi hasznos kis dolog, és akkor mondjuk azt, hogy patkame.list, összesen annyit csinál, hogy kilistázza, hogy milyen package-ek vannak felrakva az adott telefonra. Ez mondjuk önmagában annyira nem izgi, viszont hogyha azt mondjuk, hogy megkeressük, hogy mik azok az appok, amik debuggablék, azaz debugolhatóak, akkor az már sokkal izgalmasabb dolog. Tehát, hogy ezt egy kézzel is végig lehet túrni, hogy melyek azok az appok, amiket lehet debugolni. Mert hogyha éppen az adott appunk, amit tesztelünk, az nem debugolható, az viszonylag egyszerűen meg lehet csinálni, hogy debugolható legyen. Ugye az történik, hogy a manifest, hogy kicsomagoljuk a APK-túllal, a manifest XML-ben átütjük, vagy beírjuk a megfelelő alul debuggable egyenlő true nevű cuccot, visszacsomagoljuk újra, aláírjuk, és akkor föl lehet telepíteni, és debuggable. Vagy pedig olyan romot használunk, ami rootolva van, és akkor egy ilyen shell parancson keresztül ki lehet adni rootként, hogy minden processhez engedjen hozzá, tehát leszarja, hogy az adott process, ami adott alkalmazás fejlesztő, mit szerettek volna, mit nem szerettek volna. Aztán egy másik ilyen érdekes dolog, ami nagyon hasznos bír lenni, az az, hogy mondjuk meg tudjuk nézni azt, hogy egy alkalmazás az milyen módon bír, hogy milyen módon lehet vele kapcsolatba lépni. Tehát ez az Attack Surface nevű dolog, ez nagyon jó, és meg kell neki adni, hogy... Mit kell neki? Ja, csak simán be kell adni. Egy kicsit hektikus egyébként a dolog, mert néha kell, mínusz A kell, mínusz B, mert valamikor nem kell paraméter neki. Hát nézzük meg mondjuk... Valami nézzük mondjuk a szívet, mert annak ilyen... A szív az pont arra lett kitalálva, hogy ilyen nagyon... Micsoda, ott volt? Lejjebb az alja. Ez az. Na, tehát látjuk azt, hogy van neki három activity-je, amin keresztül be lehet lépni. Van, tehát ő hallgat két, vagy van két content provider-e, meg két service-e, ami fut a háttérben, vagy a debuggable. És akkor ugye mondtuk azt, hogy az alkalmazásunkat ugye el lehet indítani, úgyhogy tudjuk, igen, na mondjuk nézzük azt, hogy content provider-eket hogy kérünk le. Aha, hogy én nem léptem be vele. Na mindegy, nézzük egy másik content provider-t. Nem igaz. Na, tehát hogy gyakorlatilag ugye az van, hogy van a most nem találtam meg a megfelelő szintaktikáját annak, hogy hogy tudsz queryzni content provider-t, de ami érdekes,
az az, hogy van a Drozernek egy olyan modulja, ami gyakorlatilag ilyen automata módon végigrohan az alkalmazásokon, és megnézi azt, hogy melyiknek a content providereibe lehet SQL-it művelni. Tehát, hogy gyakorlatilag ez egy nagyon hasznos dolog, mert gyakorlatilag innentől kezdve itt vannak ezek a providerek, amiket így meg lehet nézni. Tehát nyilván ugye ez egy nagyon, nagyon gyehennem megért password manager app, tehát a keys meg a password, ez pontosan az, ami a neve. Tehát ebből, hogyha SQL-i szintaktikájú content kéréseket küldünk be, akkor pontosan az fog történni, amit várunk, tehát jelszavakat fogunk kapni. Most én lássátok, kicsit csalok, most megmutatom, hogy ez hogy néz ki, csak nem élőben, hanem hol vagy. Tartsunk szünetet? Mondjuk nekem van még kb. 10 percem, hogyha az még kibírjátok, és akkor utána tudunk beszélgetni, meg akkor az mehet, akkor föl tudtok állni egy kicsit. 10 perc? Jó, ez viszont jó, mert boldogatok, azt mondta, hogy nem aludhatok még el. Ez. Tehát, hogyha megnézitek, akkor gyakorlatilag itt van az eredménye ennek a dolognak. Tehát, hogy pontosan ez történik, hogy lekérjük, hogy mit ad a content providerünkkel, vagy a content providerével ez az alkalmazás, és akkor itt szépen látjuk, hogy itt jön egy ilyen block service, biztosan egy ilyen kódolt password. És ez pontosan az, ami. Aztán mi van akkor, hogyha nincs ilyen permissionünk? Amikor van, akkor nyilván jön az adat, amikor nincs, akkor meg van egy ilyen permission denial üzenet, amit visszakapunk. Aztán ugyanígy, ha megnézzük az SQL-it, akkor gyakorlatilag ez amit most szépen így kivastagítok, inkább kimásolom egy swag file-ba, és akkor látjátok, hogy mi történik. Hát ugye ez pontosan egy SQL-i, tehát, hogy gyakorlatilag ez annyit jelent, hogy ez az az URI, ami meghívódik, és mi a hanyagúval megírva az alkalmazásunk, az interneten felül jövő paramétereket nem szűri, illetve nem csinál velünk semmit, éppen ezért végül is injekció történik, tehát SQL befecskendezés zajlik a szemünk előtt. Jó, ugyanígy van egyébként ugyanez a móka, csak directory traversalra is, azt most nem mondom meg, mert gyakorlatilag pontosan ugyanaz, tehát van olyan, amikor fájlt ad vissza az alkalmazásunk, és akkor szépen bármilyen fájlt vissza tud adni, amit ő elér. Ami egyébként baromi érdekes, vagy izgalmas olyan szempontból, hogy ugye tehát a Drozer appunknak nincs file access permissionje, viszont egy ilyen hanyagul megírt app, aminek meg van, az meg szépen odaadja az összes fájlt, amit ő elér. Tehát ez egy mondjuk adott esetben, hogyha mondjuk SMS-t lehet küldeni az alkalmazásunkkal, de SMS permissionje van, akkor ez már egy elég súlyos problémát tud jelenteni. Jó, aztán még egy témám van. Na lássuk. Tehát ugye itt van egy olyan, amit mondtam, hogy több belépési pontja is lehet az alkalmazásunknak, és hogyha most megnézzük, hogy mik azok, ezek közül vannak olyanok, amiket ugye el lehet indítani csak úgy simán. Ezt most nézzük meg, hogy mi, hát igen, gyakorlatilag nyilván ugye itt van a három darab activity, tehát az a main login activity, ez pontosan az, ami most a képernyőn látszik. Ez a írd be a passwordodat, és akkor itt be lehet írni, aztán azt mondja, hogy incorrect. Viszont, hogyha azt mondjuk, hogy valamelyik activity-t el akarjuk indítani így közvetlenül, akkor az fog működni. Mégpedig úgy, hogy 1024x768-ban ne prezentáljatok. Hú, ez most döbbenetesen izgalmas lesz. Igen, amazon tap, és akkor ezt most így elindítjuk. Akkor ez meg már egy autentikált felület, ez egy olyan feature, ami az alkalmazásunkban egy belépés után elérhető dolog. Ha meg a másikat, mutatom a PV-lisztet,
Az meg szépen megmondja, hogy az éjjelsz van, már pedig jól van. Valami most nem tetszik nekem, kicsit köhög a device-om, de a lényeget ezt látjátok. Tehát gyakorlatilag az történik, hogy egy activity-t el tudunk úgy indítani, hogy nem a fő alkalmazás ablakon, vagy alkalmazás flow-n keresztül. És szerintem akkor legyen mára ennyi. A következő rész tartalmából fogunk beszélni arról, hogy memória analízist hogy lehet csinálni egy androidos alkalmazáson. Aztán én nagyon szeretném neked megmutatni a Android fejlesztői múltam 70%-át képező egy darab alkalmazást, ami kemény 2 délután alatt készült el, tehát ebből érezhető, hogy mekkora Android fejlesztői múlt el mögöttem. Lényeg az, hogy itt certificate pinningről lesz szó. Gyakorlatilag végig fogjuk venni átolcáték, hogy mit jelent, mi történik benne, hogyan lehet implementálni és hogyan szokták elrontani, illetve tesztelőként hogy lehet ezt detektálni és mit lehet csinálni vele. És a következő, azután pedig meg szerintem már rá fogunk térni arra, hogy ilyen dinamikus hookingban mi mindent lehet csinálni. Akkor ennyi, és kérdéseitek mik vannak? Mikor lesz a következő alkalom? Nem fizetett a kollega. De, a következő alkalom, Timur, mikor lesz? Az 5 május, 5 talán? Május első csütörtökén, aztán mindjárt megnézem, addig beszélünk. Ja, és akkor leszünk a Deloitte-nál, ugye? Igen. Jó, akkor a következő az pár sorokkal lejjebb itt a Deloitte-nál lesz, és utána meg nem tudom, azt hiszem, akkor meg... De akkor újra a KPMG-be lesz, KPMG? Jó, akkor... Igen, 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 igen. Jó, tehát akkor ez lesz a további program. Valamint tárgyhoz kapcsolódó kérdésetek, mi van, hogy van-e? Van erre valamivel, és most nem tudom, igen, tehát több lehetőség is van, hogy ezt nem most, az egyik az, hogy nem így csinálják. Tehát, hogy ez egy alapvető, tehát az activity-t alapvetően nem erre találták ki. Tehát nem security eszköz. Igazából az elején, hogy mi ez a megoldás. Úgy értem, hogy ugye egy activity-t először beolvasd a login pass most, és hogy akkor mi a legjobb megoldás. Tehát azért sok lehetőség van, tehát például az, hogy ugyanabban az activity-ben tartod meg mondjuk a tényleges működést, mint ha kicsi az apot, hogyha valami legyen, akkor nyilván ez nem feltétlenül működik, viszont lehetséges több ismereket is rendelni a különféle üzékhez, különféle activity-hez. Tehát ezért ezt nem lehet oldani. Meg ugye van még egyik lehet, ez ugye alapvetően az a trükk az egészben, hogy akármennyire is különböző activity, az még egy darab app, meg egy darab app lesz. Tehát ott esetben, hogyha a user előtt belépteted, és egy másik activity-n keresztül meg ő mondjuk így bejön, azért tudod autentikálni, mert ugye ugyanabban a processben kell lenni valami nyomának annak, hogy a user valamikor belépne. Tehát, hogy így ilyen szempontból mondjuk, ez nem két külön app, tehát ez az annyira nem reménytelen, viszont mondjuk ha activity-t nézel, akkor valami módon mindenki fogja egy activity-ben indít, az ő tudjuk megérni, hogy mi van, tehát hogy a user az be van lépve, vagy itt nem nyilván tudom az alkalmazás. Tehát ez amit látunk, ez egy szélsőséges erősz példája annak, hogy érdekes ezt mondja. Ennyire rosszat nem nagyon, tehát én még nem nagyon találkoztam olyan appal, ami ennyire kellett volna mondtam. De egyébként annyi kiegészítés még ez is egy kicsit, hogy ugye fontos az, hogy exportáltak ki, meg nem exportáltak ki. Volt ugye az a hinten, meg nem hinten. Hogy azért a prózai is, meg egyébként bármilyen app csak akkor képes egy ilyen aktivit meghívni, hogyha ez exportált. Ha nem exportált, akkor ugye csak maga az app, illetve root jósultsága lehet meg. Tehát a root-ot eszközön bármilyen aktivit meg tud hívni, ha exportált, ha nem exportált. De ugye egy malicious appot feltételezve, akkor tudni csak egy activity-t behívni, hogyha az exportál. És ugye itt arra kell figyelni, hogy erre külön activity-t meg kell mondanod, hogy egy activity-t nem exportál,
Tehát, hogyha konkrétan mondjuk azt mondjuk, hogy mi átmenítesz be egy activity-t, és azt mondod neki, hogy van egy intent filter, akkor az alapból már exportált lesz. Kiállva nem mondod, hogy minek volt egy exportált. Hát alapból ezt követik el a fejlesztők általában, hogy tudják nagyon jó, hogy exportált activity-kkel baj van, és akkor általában ugye fejlesztő activity-ket intent filter nélkül, addig nincs is probléma, abban a pillanatban, hogy azt mondják, hogy most erre majd figyeljél, hogy ilyen intent-e majd erre az activity-re megjön, és nem rakják oda, hogy export. Elfelejtjük ezt hozzá, és innentől kezdve default kívül, és az az, hogy egy portál. De egyébként a, mindig az van, hogy ha egy bejutnak, akkor valamilyen session, vagy valamilyen állapotváltozót kell vizsgálnod, hogy autentikálni az állapotváltozót. Nem, hogyha nem, akkor vissza kell dobni az activity-re, ahol egyébként az autentikációkban jó. Ez lehet háttérszől, visszel, lehet volt, szíverekkel, lehet a session-ból kell, mert bármilyen megcsinálni. Nagyon sok lehetőség van. Igen? Ehhez az állapothoz, amikor mondtad, hogy legyen egy session változó, ehhez mi fér hozzá az, ami az activity-t hívja, vagy az, az ami az intent-et indítja, vagy az, ami a content provider-et. Mi az az első komponens, ahol hozzáfér az állapothoz? Hát itt nagyon jó kérdés, általában a gyakorlatban inkább most már azt látom megvalósítva, hogy mindig az app maga tudja azt, hogy autentikált vagy vagy nem. Nem. Fog senki sem tudni arról, hogy te most autentikált session, hogy mondod az activity-ből vagy nem. Az app tudja egyedül magát, és hogyha kiáll a más kapnak tudni, hogy ő autentikált tamára magát, akkor is IPC-vel van lekommunikálva. Tehát ő behív az app, hogy te most bagról képnek az activity-vel, de akkor azt mondja, hogy hoppá, én nincsen autentikálva felhasználva, akkor én visszaköröm egy másik IPC-t, hogy légy szíves, akkor először kitelesít vagy, és úgy hívjam be az app-ide, hogy már egy kitelesített. Tehát igazából a legjobb best practice ugye az, hogy maga az appon kívül senki más nem tudja hitelesíteni magát a felhasználót. Tehát ne csináljunk olyat, hogy mondjuk esetleg másik app is képes ezt a hitelesítést megcsinálni, valamitok kell az appon, amit hozzá. Nyugodtan van, csak kívánok. Így van. Itt egyébként pont az, amit mondtál, ez, hogy ez a jelszó lelistázó activity, ez abból elfogadta, hogy feltételeztél felhasználó már belégen. Tehát, hogy ilyen szempontból az elég komoly probléma. Meg ami még érdekes lehet, ilyen szempontból az, hogy gyakorlatilag akkor, hogy az egész elkezdődött, amikor a angolítós apoknak úgymond a elkezdődött az online program, amit most tudjuk alakulni. Vagy a régi szintük azok most vannak angolítós alkalmazásoknak. Tehát legelőször voltak ezek a fajta nagyon-nagyon naiv hibák, amiket itt mutattam. De most már így azért Norbi is mondta, hogy elég sok ilyen, kvázi ilyen valamilyen protokollon keresztül beszélgetnek egymással különféle alkalmazás komponensek, de ettől függetlenül az szép az egészben, hogyha rútort eszközön vagyunk, akkor ezt ugyanúgy lehet mókolni, úgyhogy az esetben akár egy ilyen browser script-tel lehet imitálni is azt, hogy felhasználom már belép. De mondjuk, mint tudom, hogy egy egyszerű belépett a felhasználó igennel, kérésre, kívásra, simán vissza lehet adni bármit. Akkor is. Tudás közül megváltozni. Igen. Erről lesz jövő következő alkalmazás? Szerintem hát igen. Tehát lesz olyan cucc, mert majd fogunk arról beszélni, hogy hogyan lehet olyan csinálni, hogy egy dinamikú kimbat összehozni. Tehát az, hogy mondjuk kíváncsi vagy, hogy az összes enkripcióval kapcsolatos API hívás, az milyen paraméterekkel van meghívva, és mikor, és hogyan, és minden, és gyakorlatilag úgy viszont elindítom az appot, és akkor az vagy hívhossa a logba, vagy a sandboxba egy ilyen gyönyörű HTML report formájában, természetű formátumban benne lesz, hogy melyik hívás mikor történik, és milyen paraméterekről is mutat vissza, és stb. Tehát gyakorlatilag az úgy lesz, hogy van egy kriptóhegyi appot, és akkor itt pontosan látod, hogy mi történik, milyen módon csinálnak kulcsot, meg hogyan rakják össze, és hogy lesz ebből egy hűzben kriptálva az eszközön, és ez valami automatizált ezt egyszerű eszközükkel megcsinálhatunk nyilván. Jó, hogyha nincs több kérdés, akkor Isten mellettek, köszönöm szépen. Még egy kis ideig így leszünk.